Ilyen helyben készült termékeket is megkóstolhattak azok, akik ellátogattak a Kulcsemberek klubjának találkozójára Alsó-Mocsoládon. Ezen az alkalmon ugyanis a helyi élelmiszerek álltak a középpontban. A helyi élelmiszer termelés és a fogyasztás. Ja, arra próbálunk meg egyrészt meghallgatunk néhány előadást, másrészt meg megpróbálunk néhány kérdéseit közösen válaszolni, hogy miért is lenne jó az, hogy a helyben termelt élelmiszert helyben fogyasztják el. Ugye fogunk az előadásokban olyan termelőket hallgatni, akik itt termelnek, illetve a termelőket, illetve feldolgozókat is, nevezetesen egy húsfeldolgozót, akik helyi terméket dolgoznak fel és értékesítenek is. Ugye ez a helyi termék, ez több szempontból is fontos. Egyrészt, hogyha a helyi terméket helybe fogyasztanak, akkor ugye egy nagy kereskedelmi lánc kimarad, tehát lényegében sokkal több pénz marad helyben. Nyilván a környezet terhelése is sokkal kevesebb, mint hogyha elutasztatják az itteni terméket mondjuk Budaörsre egy raktárba, onnan visszajön valamelyik boltba. Másrészt pedig a helyi pénz, illetve a helyben való pénzmozgás az jóval több gazdasági előnyt tud jelenteni ennek a térségnek is. A kérdések, amikre ugye keressük a választ, hogy ez miért fontos, és hogyan lehetne ezt a helyben történt, a helyben termelt élelmiszer fogyasztását helyben növelni. Ugye szóba került itt integráció, ugye a Brezik Szövetkezet már megpróbálkozott, illetve folyamatosan próbálják növelni a helyi termelőknek az integrálását, és ezzel is a helyi termék előállítás növelését, de mások is a térségben, tehát más vállalkozók is, befektetők is próbálkoznak ezzel. Ugye valamikor, hát a fiatalok már nem biztos, hogy emlékeznek erre, de ugye a rendszerváltás előtt ez a bizonyos háztáji gazdaság, ez ebben a térségben is nagyon erős volt, teljesen más feltételek mellett természetesen, de az a kérdés, hogy ezt föl lehetne éleszteni, illetve hát föl lehetne az integrációt éleszteni, tehát nyilván nem a háztáji gazdálkodást, hanem azt, hogy azokon a területeken, azokban azokkal az erőforrásokkal, amik az itt lakóknak a tulajdonába is és kezébe vannak, elő lehetne úgy állítani élelmiszert, hogy az bekerüljön a helyi fogyasztásba is, de akár a térségen kívülre is eljusson. Erre végeztünk egy kutatást, ebből is itt el fognak hangzani számok, illetve tapasztalatok, és hát a jelenlévőkkel megpróbáljuk ezt körbejárni, hogy vajon érdemes ezzel foglalkozni, mi lenne a feltétele, mik a gátló tényezői, és mik a lehetőségek ebben a területen. A Kulcsemberek klubját nem véletlenül alapították ebben a térségben. Ez az ország első okos térsége, mint ahogy az köztudott, és ugye ahhoz, hogy ez a térség tovább tudjon lépni, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez a térség fönn tudjon maradni, hiszen itt is elég erőteljes az elvándorlás, és hogyha a népesség görbéket nézzük, akkor sajnos nem egyértelmű, hogy ez a térség sokáig fenn tud maradni. Ahhoz, hogy ez a térség fenn tudjon maradni, az mindenféleképpen az kell, hogy a helyben lévők a saját életükről tudatosan gondolkozzanak. Tudatosan építsék föl közösen azt a környezetet, amiben ők lakni szeretnének, amire azt mondják, hogy ez egy komfortos környezet, és hogy ez egy olyan komforttal rendelkezik az itteni élet, hogy nem hagyjuk itt. Illetve azok a fiatalok, akik elmennek tanulni, azok visszajönnek ide, mert el tudják képzelni azt, hogy itt alapítanak családot, akár itt élik az egész életüket. Ehhez gyűjtöttük össze a kulcsembereket ebben a Lépésváltás az Észak-Hegyháton nevű projektben, és hát ha nem is havi, de évi 10 alkalommal összehívjuk a kulcsembereket, akik az itteni intézményvezetők, vállalkozók, illetve bárki, aki valami nyomot akar hagyni a saját településen, vagy a saját közösségében, tehát az aktív embereket, és akkor velük földolgozunk egy-egy témát. Tehát így nyilván szó volt az okos térségről, többször is, de szó volt az oktatásról, a munkaerő kérdéséről, a letelepedési expóról, hogy hogyan lehet idehozni embereket. Tehát nagyon tág az a témakör, amit már eddig is körbejártunk. Minden ilyen alkalommal először előadásokat hallgatunk meg, és utána a jelenlévők bevonásával megpróbáljuk
közös terveket, meghallgatjuk a egymás véleményét, ebből közös terveket kovácsolni. Ilyenkor ugyanis a környező települések vezetői és meghatározó alakjai is részt vesznek az eseményen. Így a találkozók alkalmával a döntéshozók is meghallgathatják, mi a véleménye a kulcsembereknek egy-egy területről.